Esik az eső. Ez azért nagyon vicces, nem így terveztem, hogy így kezdem a videót, de azért nagyon vicces, mert éppen most írtam ki Twitterre, azt hiszem tegnap, hogy kiderült, hogy egy sivatagot vettem, ugyanis amikor Zuglóban zuhogott otthon az eső, itt akkor sem esett egy csepp sem, úgyhogy erre már nagyon nagy szükség volt. Jó, ezt csak így utólag vettem fel, mert már a kamerát is elpakoltam, de gondoltam, hogy ezt az örömömet most megosztom veletek, viszont ez a nap nem így kezdődött, hanem valahogy így. Istenem, hova fel nem mászok azért, hogy jó képeket csinálhassak nektek. Az megvan, amikor egyszer csak magadtól felébredsz reggel, minden tökéletes, friss vagy és kipihent, aztán ránézel az órára, azt látod, hogy még csak 4 óra, úgyhogy visszaalszol, aztán felkelsz 6-kor, úgy, mint aki egész éjjel követ fejtett. Hát körülbelül úgy érzem magam most. Viszont a múltkor úgy néz ki, hogy sikerült megélezni a kaszát, vagy legalábbis sokkal jobban, mint eddig. Úgyhogy most a hajnal egy ideális alkalom arra, hogy itt kipróbáljam, hogy hogy működik. És közben azért állítgatom a kamerát, mert hogy szeretném, ha normális felvételek lennének. Ugyanakkor, ahogy ezt az első lackógazdás videóban mondtam, elég nehéz megtalálni az egyensúlyt a munka és a forgatás között. Mert hogy azért szeretném, ha valami látszana is a felvételen, ehhez viszont viszonylag sokat kell állítgatni a kamerán, ez így például biztos, hogy nem lesz jó. Ugyanakkor, amíg ezzel szenvedek, azzal elmegy egy olyan 10-15 perc, és addig se halad a munka. Na mindegy, azért próbálom összehangolni a kettőt. Jó, így itt benne vagyok, itt fogok majd jönni. Jó, és kb. Itt fogok megállni. Ez már nincs benne. Creepers left and right, was like crazy. Everybody's trying to steal my lady. Oops. But I was in the mirror and things can't be right. Back to the scene of a Friday night. Jó, és a kamerát már nem kéne elvinni. De körülbelül így néz ki. Csak még van belőle olyan nagyjából 1000 négyzetméter. Kumisz, mit keresel a szomszédnál? Azonnal gyere ide! Úgy látszik, nem jön azonnal, de munka van. Beleültem egy gödörbe. Itt már jó lesz. Ez éppen a kaszának az egyik hátránya a motoros kaszával szemben, hogy sokkal nehezebb szerintem megtanulni, vagy én legalábbis elég sokat küzdök most vele, de kezdem látni a perspektívát, hogy egyre jobb leszek. Hát, ha itt mögém néztek, látjátok, hogy nincs túl egyenletesen levágva itt ez a gazos terület, viszont ez egy másik hátrány, hogy egyenetlen terepen kifejezetten nehéz. Márpedig itt még soha nem jártam semmilyen eszközzel, és találtam különböző régi kivágott szőlőtőke maradványokat, buckákat, vízmosásokat, és folyton belemegy a kaszának a pengéje ezekbe, ami nyilván nem tesz jót neki. Úgyhogy már megint mindenütt ki van csorbulva, ki kell verni megint a kaszát. Rosszak vagytok. Viszont síkterületen egy lucernásnak lehet, hogy már most is magabiztosan nekiállnék, aztán meglátjuk, mi sül neki belőle. Minden esetre még gyakorlok egy kicsit, és ha már úgy érzem, hogy viszonylag stabilan megy, akár ilyen terepen is, akkor csinálom nektek a kasza tutoriált. Don't make a sound. The clock won't turn around. Amilyen kellemesen indult a reggel, olyan hideg lett hirtelen, úgyhogy bejöttem egy kicsit a házba felmelegedni, mielőtt nekiállok a palánta ültetéseknek. Már is sokkal jobb. Na de nem is feltétlenül baj, hogy be kellett jönnöm, mert legalább volt időm megnézni az Instagramot, és ez egy influencer életében egy rettentő fontos pillanat.
De nem ezt szerettem volna mondani, hanem azt, hogy találtam valami nagyon-nagyon hasznosat. A boldogságot magadban kell keresni, nem ez, figyelj oda mindig a pénzügyeidre, ez sem az... megvan. Kaptam egy nagyon-nagyon hosszú üzenetet Pétertől. Szia, egy kérdéssel tanácsért fordulnék hozzád, 2-3 éve létesítettünk egy kisebb gyümölcsöst a kertben. Mostanában annyi kertészeti tanácsadós megkeresés érkezik, nem is értem, hogy miért ennél már csak az a gyanúsabb, hogy folyton traktor hirdetéseket kapok a közösségi médiában. Nem akarok traktort venni, oké? Okay? Szoktam válaszolni általában, bár egyre kevesebb időm van, viszont ez az üzenet azért nagyon fontos, mert sok olyan szempontot bemutat, amire érdemes odafigyelni. Akkor is, hogyha az ember csak simán kertészkedik és szeretném megtalálni a helyes válaszokat, meg akkor is, hogyha egy szakemberhez szeretnétek fordulni valamilyen kertészeti problémával, Úgyhogy ezen most menjünk végig szerintem. Azt írja tehát, hogy 2-3 éve létesítettek egy kisebb gyümölcsöst a kertben, 80 darab csemetével, ami annyira nem nagyon pici, gratulálok hozzá. A terek sem viseltek meg csupán egy-két fát, ez benne van a pakliban, különösen, hogyha az ember szabadja kerű csemetéket ültet, bármennyire is gondosan csinálja, előfordul, hogy néhány elhullik ezek közül. Nem volt ez másként idén sem, szépen kirügyeztek, majd ki is virágoztak. Itt azért már lehet érezni, hogy jön még probléma. Az elmúlt években is volt rágcsáló aktivitás a kertben, lyukok voltak a talajban, a szomszéd macskái állandóan jelen voltak. Hát ez azért elég intőjel, hogyha macskák vadásznak folyamatosan a telkeden, az jelzi, hogy ott vannak rágcsálók és van mire vadászni. Nagyka, hol a pocok? Keresd! Gyere! Idén viszont, mintha megnőtt volna a számuk, több lyukra lettem figyelmes kaszáláskor. Ez olyan állatoknál, amik elég gyorsan tudnak szaporodni, nagyon látványos lehet, hogy éveken keresztül picit növekszik esetleg a populáció, majd hirtelen megugrik a számuk, ezt hívják gradációnak. Ez a gradáció összeomolhat természetes körülmények között is különböző hatásokra. Erre játszani viszont elég rizikós, hogyha az ember szeretné a növényeit éppen tartani. Egy hete néhány csemete, főleg az almafák virága sárgulni és száradni kezdett. Arra gondoltunk, hogy a fagy miatt lehet, mivel hűvös időszak volt, akár 0 fok körüli hőmérséklettel. A hétvégén, amikor kimentünk megnézni őket, ez a néhány fa teljesen tönkre volt menve, leszáradt virágokkal és levelekkel. Ez rettentő fontos, amit Péter ír. Nem az, amit ír, hanem ahogy írja, amilyen körültekintéssel minden körülményről beszámol, ez nagyban segíti a diagnózist. Általában olyasmi kérdésekkel szoktak találkozni a kertészek, hogy hello, itt egy almafa, száradnak a virágai és a levelei, mivel permetezzem? Ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás. Először is, hogyha ezt hallottam volna, hogy kétségbe van esve az ember, hogy az almafái virágai, illetve a levelei elszáradtak, és ez egyik napról a másikra következett be, akkor valószínűleg arra gyanakodtam volna, vagy reménykedtem volna, hogy nem egy Erwinia amylovura nevű baktérium által okozott tüzelhalás nevű betegséggel állunk szemben. Az egy nagyon veszedelmes kórokozó lenne. Nyilván feltettem volna plusz kérdéseket, ami segít a diagnózis felállításában, bár még inkább annak örülnék, hogyha mintát tudna belőle hozni, és azt meg lehetne nézni. Ha elmentek mondjuk gazdaboltba és a növényvédőszeres kollégától kértek tanácsot, akkor lehetőleg mindig vigyetek növénymintát magatokkal, amiből meg lehet állapítani. Az se úgy, hogy behajítjátok egy nylon zacskóba, aztán 5 nappal később vegye ki onnan, hanem mondjuk újságpapír között préseljétek le, vigyétek be, hogyha csak később tudjátok, aztán sokkal pontosabb diagnózist tud felállítani. Péterék ezután nagyon helyesen cselekedtek, ugyanis kiástak néhány növényt, hogy a gyökereket vizsgálják meg. Ez nagyon-nagyon fontos, főleg fiatal fák esetében, hogy azt látja az ember, hogy kókadnak a lombjai, sárgulnak a levelek, mindenféle baja van, és arra gyanakodnak, hogy valószínűleg valami betegség vagy kártevő lehet a háttérben ott fenn a lombozatban, de valójában elképzelhető, hogy valami telepítési hiba történt, nem ástak kellően nagy ültetőgödröt, valami miatt rossz a talaj annak az adott növénynek, vagy akár, mint ebben az esetben, valamilyen talajlakó kártevő károsításával kell számolni.
Péterék azt tapasztalták, hogy a gyökerek teljesen le voltak rágva, csak a fő részek maradtak meg, azok is megrágcsálva. Mezei pocokra gyanakszom, írja ő, nem tudom, mi más művelhetne ilyet. Legjellemzőbb valószínűleg, hogy pocokkártétellel állunk szemben, hogyha ennyire durva. 6 almafaj és 1 szilva látta a kárát, illetve néhány további is, mintha gyengélkedne. Ez megint csak egy iszonyatosan fontos információ volt, bármennyire is felületes szemlélőként ez nem tűnne annak. Fontos, hogyha olyat láttok, hogy különböző fajokhoz tartozó növényeken nagyon hasonló kártétel jelenik meg, akkor lehet gyanakodni arra, hogy ez nem egy olyan kórokozó vagy kártevő, ami kifejezetten egy növényfajra specializálódott, hanem lehet valami sokkal általánosabb jelenségnek a következménye. Ez megint csak elég gyakran elő szokott fordulni, hogy az ember meglátja mondjuk nyáron, hogy az általa szeretett növénynek, mondjuk díszfának, vagy cseresznyének, vagy bárminek a levelei elkezdenek barnulni, perzselésnyomok jelennek meg rajta, aztán rögtön rohan valamilyen növényvédőszerért, holott ha körülnézne, akkor látná, hogy lényegében minden fa ugyanezeket a tüneteket mutatja a fajtól függetlenül, és ez mondjuk az aszálynak, az erős napsugárzásnak és a hőségnek az együttes következménye, úgyhogy érdemes először ezekre az okokra odafigyelni. A véleményedre lennék kíváncsi, mi lehet az és mivel lehet védekezni ellene. Hát féltem, hogy erre fog majd kifutni a dolog, mert hogy nem szívesen adnék így láthatatlanban semmilyen növényvédelmi tanácsot, és ez a videó sem egy növényvédelmi tanácsadó videó, úgyhogy ne is akként tekintsetek rá, sokkal inkább az elveket szeretném nektek megmutatni, hogy mi mindenre érdemes odafigyelni. Hát az a helyzet, hogy itt elég valószínű, hogy valóban mezei pocok kártétellel állunk szemben. Ráadásul mezei pocok ellen nem csak lehet védekezni, hanem jogszabályi előírás, hogy védekezni kell ellene. Az viszont, hogy mivel védekezik az ember, az egy elég széles spektrumon mozoghat, és a különböző lehetőségek közül azt, hogy mit választ az ember, azt megint csak nagyon sok tényező tudja befolyásolni. Mekkora például a kártevő nyomás? Mindenütt ott vannak-e a pocok, lyukak, vagy azért annyira nem veszedelmes? Hát ezért érdemes megfigyelni alaposan a területet. Például, ha pocok, lyukakat találtok, érdemes betemetni azokat, és megnézni, hogy hányat ástak ki újra, mert az jelzi, hogy nem egy régi pocok, lyuk van ott, amit már rég nem laknak, hanem még nagyon is aktív ott a kártevő fertőzöttség. És ha látjátok, hogy élnek pockok a területen, az még mindig nem jelenti azt, hogy azonnal növényvédőszerért kell rohanni, ugyanis a növényvédelem az nem egyenlő a permetezéssel és a vegyszereknek a kiszúrásával, hanem mindennek a technikának az összessége, amivel a kórokozók, illetve a kártevők populációját kordában lehet tartani. Ha kevés pocok van, akkor megpróbálhatjuk ellehetetleníteni az ott tartózkodásukat. Igen, ne zavarjátok el a szomszéd macskáját, hadd háborgassa őket folyamatosan, vagy ki lehet rakni mindenféle póznákat a ragadozó madaraknak, hogy ott ücsörögjenek és onnan vadásszanak, akár ez is lehet eredményes egy bizonyos szintig mindenképpen. De vannak sajnos olyan helyzetek, amikor a körülmények azt indokolják, hogy vegyszeres védekezéssel kell fellépni a pockok ellen. Például vannak különböző olyan készítmények, amelyek vagy elriasztják a pockokat, vagy pedig... ezeknél a készítményeknél is, és itt nem csak a pocok elleni küzdelemről beszélek, hanem úgy általában minden kórokozó és kártevő elleni vegyszeres védekezésnél, nagyon fontos, hogy mikor és hogyan használjátok őket, mindig tartsátok be az utasításokat, mert nagyon gyakran elő szokott fordulni, hogy az ember permetez orba szájba ész nélkül, de éppen rossz technikával, rossz időben, és emiatt lényegében semmit nem ír, amit csinál. Keep your belly up with your pace, slowing things down when I want to race, catching up again when you try to chase, feels like we're playing space. Köszönöm szépen, Péter, az üzenetet, ez nagyon hasznos volt, mert hogy levonhatunk belőle néhány általános tapasztalatot. Az egyik, hogyha látod, hogy valamelyik növényednek valamilyen baja van, akkor ne csak az adott tünetre koncentrálj, hanem nézd a növényt egészében, és ehhez vedd még hozzá a környezet különböző feltételeit is. Ha lehet, csinálj képeket, ne csak közvetlenül a tünetről, hanem úgy általában az egész növényről, illetve a környezetéről, és a legjobb, hogyha mintát veszel a gyanúsan fertőzött részből, vagy kártevő által megrágott részből, és azt mutatod meg egy szakembernek, mert sokkal, de sokkal pontosabban fog tudni segíteni. A másik, hogy a folyamatos megfigyelés és megelőzés rendkívül fontos, a kémiai növényvédelem az csak nagyon hátul jön a sorban.
Na jó, menet közben viszont nagyon elment az időn, nekem meg még rengeteg munkám van kint hátul. Ezeket már nem fogom nektek felvenni, úgyhogy majd jövő héten jövünk más témával itt a Laszkó gazda rovatban. Sziasztok! Ez egy kicsit elhamarkodott volt. Úgy néz ki, marad a sivatag.